Mindenki számára létezik a tökéletes manyasszonyi ruha. Legyen bármilyen alakod, stílusod, vagy éppen egyéniséged. Nézzük meg, milyen szempontokat kell szem előtt tartani, amikor kiválasztod álmaid manyasszonyi ruháját. Szia, köszöntelek ismét a csatornámon, nagyon jó helyen jársz, ha éppen esküvedet szervezed, és szeretnél inspirálódni, ötleteket kapni. Doszpod Monika vagyok, a megismételhetetlen pillanatok filmes megörökítője. Esküvői filmeket készítek, hogy megállítsam számodra az időt, hogy te élvezhessd a pillanatot. Ma a mennyasszonyi ruhákról fogok neked mesélni, tippeket adni, hogy miket tarts szem előtt, amikor kiválasztod a ruhát, hol érdemes vásárolni, illetve vásárolni érdemes bérelni, vagy esetleg varrat. Ne tán -tán a visről, rendelni. Ebbe mind bele fogunk menni. Rengeteg mennyasszonyi ruha közül választhatsz, hát biztos vagyok benne, hogy létezik az alakodnak legmegfelelőbb ruha. Többféle stílus létezik, említsük csak meg a hercegnő stílust, vagy az ávonalú, esetleg a sellő stílust. Ugye ezek a leggyakoribbak. Mindegyik különböző alakra lett kitalálva, különböző alakra lett szabva. Nagyon fontos, hogy tényleg az alakodnak legmegfelelőbbet választ ki. Ehhez ez kell egy egészséges önkép, és vagy egy jó szakember. Ha szerencséd van, akkor olyan szalomban mész majd be, ahol nem csak eladni szeretnék neked azt a ruhát, hanem tényleg segítenek majd, hogy az valóban jól álljon neked. Én például, amikor bementem a szalomban, ugye az internetről kiválasztottam álmai mesküvői ruháját, felpróbáltam, és tényleg gyönyörű volt, azonban ott a kolléganő, a, a szakember mondta, hogy bár tényleg nagyon szép ez a ruha, de az én alakomra lehet, hogy egy másik lenne jobb, csak az ő kedvéért próbáljuk fel. Felpróbáltam, és való igaz, sokkal jobban állt nekem. Tehát, hogyha szerencséd van, akkor már a, akkor a, szalomban lesz egy ilyen szakember, azonban, ha szeretnél biztosra menni, akkor akár fel is kérhetsz egy mennyasszonyi stylist. Tényleg nagyon fontos a mennyasszonyi ruha kiválasztása, és ez ebben a videómban a top tanács, hogy a ruha kényelmes legyen, és tündököljél benne. 10-14 órán keresztül fogod viselni, ülni, állni, enni fogsz ebben a ruhában, táncolni, és végigmész majd az oltár előtt, kimondod az igen, biztos vagyok benne, hogy nagyon fogsz izgulni, és nagyon fontos, hogy ebben a pillanatban ne a ruhára koncentrálj. Ne, hogy szúrjon, szűk legyen, esetleg úgy érezt, hogy mindjárt leesik rólad, tehát a ruháról meg kell, hogy feledkezzen. Nem is szabad, hogy ezekben a pillanatokban eszedbe jusson, és, és tényleg úgy kell érezned, hercegnőnek kell érezned magad, egy bombanőnek kell érezned magad ebben a ruhában. Biztos vagyok benne, hogy te is volt voltál már úgy, hogy odász a tükör elé, kihúzod magad, és, és minden nagyon flottul áll. Azonban ugye egy idő után az ember elengedi magát, és, és már lehet, hogyha nem a megfelelő ruha van rajtad, akkor itt-ott előnytelen lesz. Nem szabad, hogy majd, amikor visszanézed a fotókat vagy a felvételeket, egy-egy jól sikerült pillanatot pont azért inkább elrejtesz, és senkinek nem mutatod meg, mert lehet, hogy picit a ruha miatt itt-ott kicsit előnytelen, és inkább nem szeretnéd megmutatni. Egyébként, ha te még nem találtad meg álmai esküvői filmesét, akkor érdemes ellátogatni a weboldalunkra és árajánlatot kérni. Nagyon szívesen megörökítenénk nektek a tökéletes nagy napot. Honnan szerez be a ruhát? Varrassad, bérejed, vagy esetleg valamelyik híres külföldi oldalról vásárold meg? Hát ez utóbbit nem annyira javaslom, persze nincs teljesen kizárva, viszont akkor érdemes mondjuk a visről vagy az aliról vásárolnod a ruhát, hogyha bőven az esküvő előtt meg tudod venni. Lehet, hogy szerencséd lesz, és egy nagyon jó kis ruhát sikerül kifognod nagyon kedvező áron, viszont hogyha nem, akkor még mindig legyen időd elmenni mondjuk egy és bérelni ruhát Egyébként ezt a vises vagy AliExpresses vásárlást lehet, hogy inkább arra javaslom, mert vannak mennyasszonyok, akik elég mm, jó ruhát fogtak ki, azonban nem teljesen mennyasszonyi ruha volt, tehát nem az a ruha, amivel, amit a nagy napon mondjuk viselj, de például egy különnapi polgári szertartásra, vagy esetleg egy különnapi fotózásra mondjuk tökéletes lehet. Tehát nincs telje, Nem kell teljesen elvetni ezt a lehetőséget, azonban lehet, hogy a nagy napra nem érdemes onnak, vásárolni. De akkor honnan szerez be? Mi az előnye mondjuk a varratásnak, vagy a bérlésnek? Varratni akkor érdemes, hogyha, vagy, hogyha olyan ruhát álmodtál meg, ami, ami, nincs sehol. Tehát megnéztél több ruhát, ez is tetszik, az is tetszik, de mondjuk ennek a fősője tetszik, ennek a szoknya része, és szeretnél egy olyat, ami, amit te álmodtál meg. Ebben az esetben nagyon jól lehet a varratás. Akkor is nagyon jó lehet a varratás, hogyha mondjuk találsz egy olyan varrónőt, aki ugyan kezdő, viszont iszonyat tehetséges, és mondjuk áron alul el tudja neked készíteni ez is lutri, tehát ezt is ki kell fogni, nem találsz ilyen varronőt azért minden ö, ö, sarkom. sarkon. Ha, béreltetsz, ha bérelsz ruhát, akkor annak az az előnye, hogy rengeteg fajta ruha közül választhatsz. Fel tudod őket próbálni, és tényleg meg tudod nézni azt, hogy vajon neked mi áll jól. Ahogy én is említettem, netről kinéztem álmaim ruháját, azonban a szalomban egy másikat próbálhattam föl, és egy másik állt nekem igazán jól. Tehát, hogyha elmész a szalomba, akkor, akkor megvan ennek az előnye. Például, hogyha mondjuk szalomból bérelsz ruhát, akkor nem kell foglalkoznod azzal, hogy mi lesz a ruhával, hova teszed majd utána, illetve a tisztításra sincsen gondod. Ha saját ruhád van, tehát megvásároltad a ruhát, akkor nem, nem feltétlenül kell azt a sorsot szánni neki, hogy beakasztod a szekrénybe, és kb. soha többet nem veszed elő. Mit tudsz vele csinálni? Például nagyon jó ötlet lehet, ha évfordulókor, akár minden évben, akár mondjuk 5, éven, 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva újra felveszitek, és mondjuk csináltok benne egy fotózást, akár hivatalos fotóssal, akár csak telefonnal valamelyik családtag lefotóztiteket. Persze, csak ha jó lesz majd rátok a ruha. Mi is csináltuk ezt Jánossal, mi is felvettük utána pár évig a ruhát, és készült benne egy-két fotósorozat, viszont van olyan ismerősöm, akik azt hiszem tíz éve házasok, és minden évben elkészítenek egy ilyen fotót. De nem csak erre lehet alkalmas, hanem például át is tudjátok színezni. Textil színezővel, akár más színű lehet a ruha. Természetesen a textil színezésre nem feltétlenül minden ruha alkalmas, mert azért, hogyha nagyon kifejezetten olyan mennyasszonyi ruhát választottál, akkor az hiába kék színű vagy mondjuk zöld színű, nem feltétlenül tudod máshova felvenni. Még akkor se, ha mondjuk nagy bálba járós vagy, és évente azért elmész egy, egy valamilyen bálba, ahol estélyi ruhát kell viselni. Azonban, hogyha mondjuk egy egyszerűbb fazonú ruhát választottál, mondjuk két részes ruhát akár, vagy vagy csak tényleg egy olyan ruha, ami átszínezve, esetleg, ha két részes, akkor egy másik felsővel, másik szoknyával jól mutat, akkor akár máskor is felveheted. Ha már itt tartunk, akkor nézzük meg, hogy lehet-e a mennyasszonyi ruha színes. A válasz, hogy hát persze. A hófehér egyébként nem mindenkinek áll jól, ezért nagyon régóta, például vannak törtfehér, halványrózsaszín, púder, ekrű, stb. színű ruhák, azonban vannak olyan mennyasszonyok, akik ennél is bátrabbak, és mondjuk bevállalnak egy halványzöld, esetleg egy fekete ruhát. Tehát már ilyenekkel is találkoztunk. Azonban, ha mégis fehér ruhát szeretnél, akkor sem kell elvetned a szín hiszen lehet az is, hogy mondjuk az övet hozzá színes. Például az én ruhám is színes volt, látjátok, egy kék szalag volt a ruhámban, én ehhez választottam kék cipőt, illetve kék ékszereket. Tehát nyugodtan játszhatsz a színekkel, nem feltétlenül kell a hófehérnél maradnod. Ha már a nem mindennapi menyasszonyi ruháknál tartunk, akkor nézzük meg, hogy lehet-e a menyasszonyi ruha rövid. Hát persze. És nem csak azért, mert mondjuk én rövid menyasszonyi ruhát választottam, hanem tényleg el lehet benne gondolkodni, hogyha mondjuk egy kerti esküvőtök lesz, vagy egy lazább esküvőtök lesz, akkor mondjuk nem hosszú menyasszonyi ruhát választasz, hanem mondjuk rövidet. De vannak olyan ruhák is, olyan közkedvelt ruhák is, amik elő rövidek és hátul hosszúak. Tudom, hogy nagyon kedvelt azért a mennyasszonyi, hosszú mennyasszonyi ruha, hiszen a napjainkban nem sok lehetőségünk van, hogy felvegyünk egy ilyen gyönyörű ruhát, amit ugye a filmekből a hercegnőkön láttunk, és nagyon megszerettünk. Ha csak nem vagy egy nagy bálba járós, akkor lehet, hogy ez az egyetlen lehetőséget, hogy felvegyél egy ilyen ruhát, ha úgy érzed, akkor használd is ki ezt a lehetőséget, tehát nem akarlak lebeszélni róla. Azonban, ha úgy érzed, hogy hozzád közelebb hozzád, vagy mondjuk az esküvődhöz közelebb állna egy rövidebb ruha, akkor hajrá, csak bátran. A következő dolog az uszáj. legyen, vagy ne legyen. Szerintem nem leszek túl népszerű a véleményemért, ezért a véleményemért, de én személy szerint nem szeretem az uszájt. Sokkal nehezebb tőle a ruha, és nagyon macerás állandóan fel és lecsatolni. Valamint, ha még jól is varják meg, és úgy illeszkedik az úszály felcsatolva, akkor is azért látszik, hogy hogy ott valami van, és nem, nem egészen passzol össze. Viszont nagyon sokszor nem sikerülem úgy felcsatolni azt a ruhát, mint ahogy mondjuk azt megvarták eredetileg, akkor pedig pláne nagyon rosszul fog kinézni. Valamint arról nem szabad megfeledkezni, hogy az úszájnak igazából egy helyen van szerepe, amikor bevonulsz az oltár elé. Ö, és érdemes végig gondolni, hogy ezért a két-három percért megéri -e, hogy a ruhád mondjuk sokkal nehezebb legyen, illetve hogy vacakoljatok azzal, hogy fel- és lecsatoljátok. Hiszen ebben az esetben a vendégek többsége úgyis téged fog csodálni, szemből fognak megnézni, a fotók, felvételek többsége szemből fog rólatok elkészülni, tehát tulajdonképpen mondhatni nem sok mindenki fogja nézni az uszájodat de természetesen, ha te szeretnél, nem akarlak lebeszélni róla. Inkább csak most megemlítettem pár negatív dolgot, amit érdemes végig gondolni, amikor mondjuk uszályos ruhát választasz ki. Tehát a top tanácsom a mennyasszonyi ruha kiválasztásánál, hogy tényleg kényelmes legyen, és hogy szuperül érez benne magad. Úgy érezd, hogy te vagy a világ legszebb nője. Illeszkedjen az alakodhoz és az egyéniségedhez. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenki mindenképpen lájkold, like és ha eddig még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornámra. Találkozunk a következő részben, de addig is ne felejts el csatlakozni Facebookos csoportomba, mert ott tovább beszélgetünk az esküvő szervezéshez. Köszönöm, hogy itt voltál, szia!